Sziasztok, itt vagyunk Kiskunfélegyházán, lejöttünk Zolival nézegetni egy kicsit a versenyzőket, magunkba szívni a hangulatot, és az év első versenyére kíváncsiak vagyunk, hogy mit hoztak a srácok, lányok, mit tudnak. Eléggé színvonalas a szervezés, nagyon szép a helyszín, van minden kaja, pia, nők, ja, nem csak kaja, pia, úgyhogy nézzük is meg, hajrá! Sziasztok, itt van velünk Horváth Zsolt, aki nemzetközi bíró és a csapattagunk. Beszélj pár dolgot erről a versenyről. Át lehet nevezve, mert ugye ez a nyárindító verseny. Elvileg a tavaszindító lett volna, de hát ugye mindannyian tudjuk, hogy mi járta körül most ezt az országot. Ugye elkezdődött a versenyszezon végre valahára. A jövőt még nem látjuk. Több mint 300 nevező van, kicsit rendhagyó módon van megszervezve, mert volt felhúzás, fekvenyomás és biceps. Ugye a konkrét erőemelés az kimarad. Én azt mondom, hogy egy ilyen kezdőversenynek teljesen jó. Maga a versenynek a színvonaláról mit gondolsz? Mi, ahogy nézegettük, elég színvonalas lett. Illetve majd arról mesél nekünk, kérlek, hogy az edzéseidet milyen ruhában, illetve erőemelő eszközökben végzett. A verseny színvonala ugye hozza a szervező által már elvárt és megszokott színvonalat. Én örülök neki, hogy a Zoli elkezdett versenyeket szervezni. Erős logisztikai háttérrel rendelkezik, nagyon sok munka, úgyhogy minden elismerésem az övé. A kérdés második felére visszatérve, ugye én egy hosszabb kihagyás után most kezdtem el újra edzeni, meg volt a színfelmérőm. Ugye az évek során azért sikerült pár Monster Power terméket összeszedni, és én ezekkel a Monster Power termékekkel szoktam felkészülni a versenyekre, és pár terméket használok is a versenyeken. Ezúton is szeretném megköszönni ezt a nagyon színvonalas rendezvényt, aminek most a látogatói voltunk csak, de szeptemberben ígérjük, hogy versenyezni is fogunk. Mennyi energia, mennyi mindent felemésztett ez a csoda, ami itt van, hiszen azért nagyon nagy megtisztelő ajándékokat és gyönyörű érmeket, gyönyörű kupákat kapnak a nevezők, szóval tényleg értéket kapnak. Ez mennyi energiát emésztett fel? Ez elég sok energiát emésztett fel. Hál' Istennek olyan támogatókat vannak a hátam mögött, hogy helybe hozzák a dolgokat, tehát jó, el sok elérte mennem, megkapom. Az energia az, hogy megint be kell látni azt, hogy ezt egyedül csinálni, ez nehéz. Ehhez be kell vonnom mást is, hogy tudjuk ezt még profibban csinálni. Hogy jött az ötlet, hogy azért most a helyi versenyek azok a virágkorukat élik, és aranyból van minden verseny, amit itt szemünk elé öntötök. Úgyhogy hogy jött ez az isteni szikra, hogy te azt mondod, hogy hát akkor rendezünk egy ilyen szuper versenyt? Ugye kezdődött ezzel, hogy megpályáztam egy ligakupát, azt elnyertem. Újra pályáztam ugye ebben az évben szintén itt az Kiskunfélegyházán, és gondoltam arra, hogy mi lenne, ha minden évben rendeznénk egy rendezvényt. Ez egy Mikulás kupával indult volna, de mivel ugye a pandémiás helyzet miatt nem lehetett, halasztásra került, utána megint halasztásra, hál' Istennek most meg tudtuk rendezni. És én örülök annak, hogy a versenyzőknek örömet tudok szerezni, bízom benne, mindenki jól érzi magát. Szerintem maximálisan jól érezzük magunkat, hisz voltunk már Lengyelországban, Szerbiában, Amerikában, Franciaországban, stb. Helyeken, és sehol nem tapasztaltam én ennyi
materiális megbecsülést és mint személy szerint is megbecsülést, szóval ezt nagyon köszönjük minden versenyző és minden nevezőnek a nevében, mert tényleg úgy érezhetjük itt magunkat, mint akik valami, tényleg valami értékel és élménnyel gazdagodnak. Igen, én mindig azzal vagyok, hogy inkább a versenyző kapjon minél többet, és a versenyzőben maradjon meg egy olyan élmény, hogy igen, ide érdemes eljönni, érdemes legközelebb is eljönni, és nem egy pólóval, bocsánat, hogy ezt mondom, tehát nem egy pólóval szeretnék itt a versenyzőknek megajándékozni, hanem különböző mondjuk ételekkel, italokkal, amit itt élvezettel el tudnak fogyasztani. Igen, családi programnak is tökéletes, hiszen van friss étel egyfolytában, italt lehet venni, szóval igazából minden van, és kapunk is, nem is kötelező venni, szóval tényleg egyszerűen maga a kánoán. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és meglátogattuk ezt a mai versenyt. Szeptemberben ígérem, hogy találkozunk, és akkor biztos, hogy versenyzünk is. Úgyhogy köszönöm szépen minden nevező és a mi nevünkben is. Én is köszönöm szépen, hogy itt voltam. További sok sikert kívánok. Köszönöm, és hogy itt voltam, és mindent köszönöm. Most volt az első visszatérő versenyed a sérülésed óta. Mesélj kérlek erről, hogy most a verseny hogy sikerült, és hogy milyen sérülésen vagy túl. Először is fél évvel ezelőtt volt egy biceps szinszalag szakadásom, amit vissza kellett műteni, és igazából tervem nem volt erre az évre egyáltalán. Ezt csak azért hirtelen, ezt a versenyt azért terveztem be 2 héttel ezelőtt, mert ugye Kocsis Józsi barátunk elhunyt, és az ő emlékének tisztelegve jöttem el. Semmi komoly célom nem volt igazából, beállítottam egy számomra kezelhető súlyt, 185 kilón kezdtem fekvenyomásba, és 95 második, harmadikra meg 202 felett, igazából jó könnyűnek is éreztem, a felhúzás pedig 302 félre lőttem be. Mind a két fogásban volt még legalább 10 kiló érzésemre. Úgy vagyok vele, hogy ez nekem most egy megnyugtató állapot. A sérülés után egy kis önbizalomnövelés. Edzéseim nagyon jól mennek, semmilyen kényszer nincs rajtam, könnyen mozognak a súlyok, jól érzem magam. Ez a célom továbbra is, hogy így ezt az évet tovább toljam, és aztán meglátom, hogy indulok-e valahol még. Akkor Ligakupán számíthatunk rá, hogy találkozunk? Hát ez majd úgy egy ilyen random ötlet lesz. Készülök aztán, hogyha úgy látom, hogy igen, akkor viszont térdgumiban guggolok csak, over, és ott úgy szeretnék 900 fölé menni. Ez kívánom, hogy sikerüljön, és hogy sérülésmentesen sikerüljön. Köszönjük szépen, hogy nyilatkoztál nekünk, és további sérülésmentes edzéseket kívánok, és gratulálok, hogy már is 300-ra és 200-ra feljutottál a nem kis sérülésed óta, alig fél évvel. Köszönöm szépen, és mindenkinek ugyanezt kívánom, hogy önmagához képest valamennyit javítson mindig, ne álljon meg egy szinten, bármi jön közben, azt csinálja tovább, amit szeretne. Köszönjük!
Nekünk ennyi volt Kiskunfélegyházáról, nagyon élveztük a közeget, nagyon jó volt a verseny. Bár mi nem versenyeztünk, viszont nagyon jó éreztük magunkat szerintem, és maximálisan meg lehetünk elégedve a helyszín és a szervezés színvonalával. Gergőnek a versenyén keresztül próbáltuk bemutatni azt, hogy milyen volt a mai hangulat, milyen volt a mai légkör. Gergő, hogy értékeled ezt a mai napot? Hát kicsit csalódott vagyok a húzás miatt, ugye az nem sikerült, a 300 kiesett felől, viszont nyomáson nagyon örök, mert végre tudtam a csúcsot is csinálni, úgyhogy amiért jöttünk, az meglett. Igazából mind a kettőből csúcsot csináltam, az a felhúzásból ugye 285, ugye a verseny maximum ugye az 280, nyomásból ugye a verseny max 192 fél, és most sikerült a 200, és úgy, hogy még maradt benne mindig. Igen, beléptél a 200-es klubjába, ennyi kellett volna, hogy beléptél a 300-es klubjába is, úgyhogy ez még várat magára. Így van. De mindenképpen el fog jönni, persze, nagyon hamar. Hát összetettbe már ugye... Összetettbe 300? Persze. Csak viccelem. Szóval akkor mi léptünk, és neked pedig jó utat hazafelé. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, segítettetek igazából. Sokat segített, úgyhogy remélem megtaláltatok. Neked gratulálunk, és nyomjuk tovább. Sziasztok, visszatértünk a földi szállásra, egy edzésre. Itt egy csomag velünk, amit kaptak a versenyzők, az indulók. Mi is kaptunk egyet ajándékba, mert meglátogattuk őket és tiszteletünket tettük a versenyen. Ezeket fogjuk bemutatni. Az első, az egy BCAA készítmény. Itt aztán jön egy glutamin, szintén egy kis aminó. Majd egy kreatin. Egy jó nagy doboz fehérje, vaníliás. És aztán ez egy edzés előtti, ezt már ugye a tavalyi Liga kupából ismerjük, egy elég jó edzés előttiről van szó. Hát Zolihoz egy kicsit ilyen groteszk méretű shaker. Baby shaker, olyan is kell. Azért mínusz 90 kilóhoz illik, pont. Ja, pontosan. Illetve egyéb nyalánkság, ahogy látom, apróságok. És vannak ilyen egyedagos termékek is. Ez mindenképpen nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen szintű szponzoráció volt a verseny mögött, és ezt mindenképpen szeretnénk megköszönni az összes induló nevében, és a saját nevünkben is természetesen. Bízunk benne, hogy hasonló jó és hasonló színvonalas versenyeken vehetünk majd mi is részt, és addig is tudjátok, hogy együtt harcolunk!